Tisztelt megjelentek, kedves szadaiak! Az 5 perc kötelező udvariassági rátartást kivárva azt gondolom, hogy kezdhetünk. A község 2010-2014-es ciklust lezáró közmeghallgatását kezdjük el. A közmeghallgatás, mint mindenki tudja, testületi ülés. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint a testületi ülésre. Beszámolók, és majd utána közérdekű felvetések következhetnek. A testületi ülés szabályaiból következően meg kell állapítanom a jelenlétet. Megállapítom, hogy a képviselőtestület teljes létszámban jelen van, tehát a közmeghallgatás, mint testületi ülés határozatképes. A kiküldött napirendet mindenki ismeri. Az egyes napirendi pont beszámoló a település pénzügyi gazdasági helyzetéről, kettes napirendi pont beszámoló a 2014. évi beruházásokról, hármas napirendi pont polgármesteri cikluszáró beszámoló, és a négyes napirendi pont lakossági közérdekű bejelentések, kérdések, javaslatok. Ehhez annyi változtatni valóm lenne, hogy az egyes napirendi pontot tegyük, cseréljük meg a hármassal, tudnélik a beszámolóimból sok minden ki fog derülni, és azt gondolom, hogy a pénzügyi gazdasági helyzet ismertetése talán könnyebben befogadható lesz, tehát a puszta számoknak a befogadása könnyebben érthető lesz, ha a beszámolóból kiderül, hogy milyen folyamatok zajlanak, illetve milyen beruházásokat fejeztünk be, végeztünk el az elmúlt 4 évben. Aki ezzel a változtatással a napirendi pontokat elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, egyhangulag elfogadta a képviselőtestület a napirendet. És ezzel akkor rá is térnék az egyes napirendi pontra. Mint említettem már, és mint mindenki tudja a jelenlévők közül, cikluszáró közmeghallgatást tartunk. Ezt a cikluszáró beszámolómat, bár két napirendi pont tartalmazza, valamelyest összevontam, és két részre tagoltam. Egyrészt egy 2010-13-as periódusra, mert ez a periódus már többségében befejezett beruházásokat tartalmaz, másrészt pedig egy 14-es évről szóló beszámolóra, mely 14-es évben értelemszerűen főképpen folyamatban lévő dolgokról beszélünk, és ezek a folyamatban lévő dolgok, ezek ebben a ciklusban nem teljesen fognak befejeződni, átnyúlnak a következő ciklusra. Sőt, ha a Szada Nagyközség 2014 programra gondolunk, annak bizonyos elemei azok ugye hosszú távú, tehát akár több ciklust is átívelő programokról szólnak. Tehát vágjunk a közepébe, én kezdeném is mindjárt a 2010-13-as beszámolóval, amelynek az első és talán legnagyobb horderejű beruházása volt, a Margita térség úthálózatának aszfaltozása. Ez 99 milliós pályázati pénzből készült el, amihez az önkormányzat 40 millió forint önrészt tett hozzá, és a margitai úthálózat rekonstrukciója kapcsán kell megemlíteni, hogy a margitaiak nagyon jó példával jártak elől, bizonyára sokan emlékszünk rá, 3 millió forint lakossági hozzájárulást is adtak ennek az úthálózatnak a rendbetételéhez. Településközpontunk fejlesztésének második üteme készült el főúttól lefelé. Legnagyobb öröm, hogy tele van gyerekekkel, és most is látszik, hogy családok jól érzik rajta magukat, és használják a létesítményeket. Ez egy 100 milliós beruházás volt. A mélyjárók vízrendezése Veresegyház határáig elkészült a befogadótól. Ez egy 80 milliós pályázat eredményeképpen készülhetett el, 10 milliós önkormányzati hozzájárulással. A Veresegyház és Vidéke Víziközmű Társulás ügyében befejeztük az 1993-ban indult csatornázást. Szadán ennek a második, vagy inkább harmadik ütemnek a keretében 10 kilométer hálózat indult, és magát a tisztítót is korszerűsítettük, bővítettük, most már 5000 köbméter per napos a kapacitása, tehát a szadai fejlesztésekhez, illetve a község bővüléséhez már elegendő. Meg kell jegyezzem, hogy ezt a 4 milliárdos beruházást a három önkormányzat 800 milliós önrészsel készült támogatni, ez gyakorlatilag
rendben is volt, el is kezdtük a törlesztését, de 2013-ban, mint mindenki tudja, kormányunk egy adósságkonszolidációt hajtott végre, amely az önkormányzati társulásokra is vonatkozott, és ennek révén ezt a 800 milliós hitelt is konszolidálták, tehát ebben a pillanatban sem Szadakösségnek, sem Veresegyháznak, Erdőkertesnek csatorna ügyben semmiféle tartozása nincsen, viszont elmondhatjuk, hogy Szadán közel 100%-os a csatornázottság, néhány utca kivételével mindenhol szennyvíz csatornánk van. Ezt a csatornaberuházást emelt szintű úthelyreállítás követte 10 km hosszban. Várdom, Szőlőhegy, Bucka, Aranyhegy útjait állítottuk helyre, tehát azokat az utcákat, azt az úthálózatot, ahol a csatornázás történt. Aztán vannak olyan mozgalmak, vannak olyan folyamatok, amelyekben részt vettünk, ez nem a 2010-es ciklusban kezdődött, hanem ciklusokon átívelő és remélhetőleg folytatódó ügyeket takar. Ez a Virágos Szadáért mozgalomnak a folytatása. Aztán amire büszkék lehetünk, hogy a legelsők között csatlakoztunk a Bursa Hungarika és az Arany János ösztöndíj pályázathoz. Ezek keretében a tehetséges tovább tanulni szándékozó szadai fiatalokat ösztöndíj kiegészítéssel támogattuk ebben az elmúlt ciklusban is, következő ciklus, vagy az előző ciklusokban is, és hát bízunk benne, hogy nem feltétlenül a támogatásnak köszönhetően, de minél többen közülük visszajönnek majd, hogy Szadát erősítsék. Kultúra területén szintén folytattuk a megkezdett munkát. Két kedvencemet említeném, az Eleink füzeteknek a megjelentetése, ebből ugye kettőt is sikerült kiadni, és további számos kiadványunk volt, hogy csak a legutolsóra gondoljunk, ez a Szada képeskönyv, képeslapok és fényképek tükrében Szada bemutatása, amit a nagyközségi címünk visszavétele alkalmából adtunk ki. És hát ebbe a körbe tartozik községi imásfilmünk is, ami régi hiányt pótolt. Végre van egy olyanunk is, amit akár a világ másik részén is a honlapunkra kattintva megnézhetnek, és friss szadai képeket láthatnak. Megvásároltuk és megnyitottuk az új tájházunkat, felújítottuk, berendeztük, különböző részlegeit beindítottuk, kézműves műhely alakult ki, és ami kuriózum talán a környéken, ez a Kovács műhelynek a rekonstrukciója, nagyon szépen működik, sok látogatóval és sok-sok közösséget vonz. Közbiztonság területén az egész ciklust meghatározó módon a körzeti megbízott jelenléte fémjelzi, és ehhez most már azt is elmondhatjuk, hogy egy 12 kamerából álló térfigyelő kamerarendszer társul, amiről később még majd szeretnék szót ejteni. Nem is annyira lazán, de mégiscsak a közbiztonsághoz is csatlakozik az ebrendészeti szolgálat. Szerződést kötöttünk az ebrendésszel ebben a ciklusban, és a korábban nagyon sok problémát okozó kóborállat, kóborkutya gond legalábbis a visszajelzések alapján szinte teljesen megszűnt. Ehhez bizonyára az is hozzájárul, hogy a törvényhozásnak köszönhetően 2013. január 1-től kötelező a csipezés. Szintén a folyamatok, jó pozitív folyamatok fenntartásához és folytatásához társul az, hogy az egészségügyi szűrővizsgálatokat, illetve az egészségnapok rendszerét is sikerült fönntartanunk ebben a ciklusban. Ami a kicsit a gazdasági részhez, de némiképpen a területhasználatunkhoz is hozzátartozik, 2012-től telekadót vezettünk be, ami bár rémületesen hangzik, de tudjuk, hogy ez nem a emberek ellen és az embereket sújtva került bevezetésre. Ez a 2 hektárnál nagyobb területű mezőgazdasági művelés alól kivett területeket érinti, és több ilyen területünk is van, de ami a leginkább érintett etéren, az a Páskomnak a területe, az úgynevezett golf terület, ezt most már 93 óta golf területnek nevezzük. Hát küzdenek a tulajdonosok ezzel az adónemmel, és én azt gondolom, hogy a közeljövőben a Páskom területe az talán valamilyen formában szervesülhet ismét a község területéhez. 93-ban ezt mintegy kiszakították a közigazgatási területünkből. Ehhez az úgynevezett golfterülethez csatlakozva örömmel jelentem, hogy a termál projektet nem felejtettük el, ez folyamatban van, szabályozási terv készül, a beruházóinkra várunk, akik hát nem
megvetendő módon, ugye a tőke háttérnek a rendezésén fáradoznak, mert hát itt akárhogy is nézzük, egy sok milliárdos beruházásról beszélünk, tehát folyamatos kapcsolattartás történik e téren. Amire büszkék lehetünk, fotovoltaikus vagy konyhanyelven napelemes kiserőmű készült ebben a ciklusban az iskola villanyáram ellátásának segítésére. Most már tudjuk a valóságos számokból, hogy az iskola áramszükségletének körülbelül a felét tudja egy évben ezt megtermelni. Ez egy 61 millió forintos beruházás volt. Egyébként az idén egy ilyen szép mikrocölöpös támfallal meg is támasztottuk az oldalát, hogy majd amikor a műfüves pálya épül, akkor már csak a palánkot kelljen szerelni, és nehogy a domboldal meginduljon az elemekkel együtt. Tehát ez a 61 milliós forintos beruházás, ez egy 15%-os önrészsel kiírt pályázat volt. És mivel a 15%-os önrészpályázatot is megnyertük, ezért ez a kis naperőmű, ez a községnek ingyen van. A sportklub, a sportpályának a klubházát teljesen felújítottuk, ez egy 17 milliós pályázat keretében történt, amihez 3 milliós önkormányzati önrészt tettünk, és tavalyi fejlemény a locsolórendszer alapjait is megvetettük azzal, hogy egy mélyfúrású kutat fúrtunk, tartályt szereltünk. Tehát a legnagyobb, a sportpály üzemeltetésének a legnagyobb költsége a locsolás, az az elkövetkező időkben már nagyságrenddel kisebb költséget fog majd jelenteni. A mélyjárok Székely Bertalan és Rákóczi út közötti szakaszának bejáratánál kialakítottuk ezt a még mindig kistér elnevezést viselő kisteret, amelyet Kun Éva örökség térplasztikája díszít, és várjuk továbbra is a névjavaslatokat, meghosszabbítottuk a pályázatot, mert a képviselőtestület a múltkor nem tudott dönteni a beérkezett javaslatok alapján, hogy hogy is hívjuk ezt a terecskét, melynek funkciója egyébként a mélyjárok teljes hosszára elkészült tervek alapján, hogy kapuja legyen ennek a mélyjárokparti sétánynak, ami az új óvodának a parkolójához vezet, tehát az új óvoda óvodásai, de mindenki más is, ezen a vízcsobogásos, madárfüttyös helyen tud a Székely kert és az óvoda, illetve a faluközpont között majd közlekedni. Az, hogy ott nem tudtunk haladni, az egy okra vezethető vissza, van egy szűk keresztmetszet, egy ingatlant még meg kellett volna vásárolnunk hozzá. Ha minden igaz, a mai testületi ülésen tudunk is dönteni arról, hogy ez a birtokunkba kerüljön, bár a szerződést még nem írtuk alá, de azt hiszem, hogy ez bármely nap megtörténhet. Ami nagyon fontos fejlesztésünk volt, bővítettük négyes tanteremmel az iskolát, a bővítményi részt energetikailag korszerűsítettük, nyílászárókat cseréltünk, az új részre már eleve az új és minden szabványnak megfelelő nyílászárókat is építettük be. Ez 80 millió forintos beruházás volt, és a kapcsolódó beruházások, mint a csapadékvízelvezetés, burkolatoknak a kiavítása, új burkolatok elkészítése még 20 milliót jelentett. Ez teljesen saját erőből összességében egy 100 milliós nagy beruházást jelentett. Az egyházak támogatása terén gyakorlatilag 16 éve az egyházak minden évben feltétel nélkül és elszámolási kötelezettség nélkül pénztámogatásban részesülnek. Ez a szokásos évi 1 millió forintos támogatás az elmúlt ciklusban is megvolt. Ezen felül a katolikus templom esetében a templom tetejének a rekonstrukciójához tudtunk hozzájárulni, illetve a torony felújításhoz. A baptista egyház esetében a közösségi tér kialakításához, ami évekig tartó munka volt, és nagyon jól jött az egyháznak az önkormányzati támogatás. Illetve a református egyház esetében a másik két felekezetnek nyújtott támogatással arányban készpénzes támogatási alapot különítettünk el, ez a költségvetésben rögzítve van, mint egy 6 milliós összeg, tehát ezt a többi egyház is megkapta. Amint a református presbitérium rendelkezési joga helyreáll, ez a református felekezetnek, a helyi reformátusoknak rendelkezésére áll. Nem tudom, hogy szorul-e magyarázatra ez Szadán, nem hiszem, de azért megemlítem, hogy nagy tisztelettel gondolunk, és nagy tisztelet illeti a református felekezetet, hiszen a rossz indulattal, rossz szándékkal, irigységgel szemben évek óta folytatják a harcukat, és ez a törvénytelenség önkény elleni harc, ez soha nem csapott túl a község határain.
az egész reformátusság, szadai reformátusság megérdemli a megbecsülésünket, mert ebben a hosszú küzdelemben soha nem fröccsent sár sem az egyházra, sem szadára. Tehát bőven és sokszorosan megérdemlik az önkormányzati támogatást. 2013-ban, most már közeledünk a mai időnkhöz, 2013-ban a kormány önkormányzatok adósság konszolidációjának köszönhetően, amiről még ejtünk majd szót, beindíthattuk az útprogramunkat. Az útprogram nagyon-nagyon fontos elem a fejlesztéseinknek, hiszen alapinfrastruktúrában ma már elmondhatjuk, hogy közel 100%-osak vagyunk, tehát szinte minden vonali infrastruktúra kiépült, szinte mindenünk megvan, a humán infrastruktúrában a bővítések lehetősége terszinten rendelkezésre áll. A nagy elmaradás nem utolsó sorban nyilván a bővülésnek köszönhetően is az úthálózat tekintetében van. Tehát ez az útprogram ez már nagyon hiányzott, ezt reálisan tudtuk megtervezni, és a 2013-as év meghozta az első eredményt. A Malom végben a Székely Bertalan utcától keletre eső, tehát Gödöllő felé eső mellékutcákat le tudtuk aszfaltozni. Akácfa utca, József Attila utca, Aradi utca, Mátyás Király utca, Árpád utca, Sport utca. Ez egy 60 milliós önkormányzati, tisztán önkormányzati beruházás volt. És amit nagyon fontos megemlíteni, mert ez Szadának az önérzete szempontjából lényeges, hogy a 2013-as nagy árvízi védekezésből is kivettük a részünket, amiről oklevelek, köszönőlevelek tanúskodnak. És itt áttérnék akkor az idei évre, 2014-re, amely szemben az eddigi, tehát a 10-13-as év eseményeivel tartalmaz folyamatban lévő fejlesztéseket is. Nem is kell talán ettől elvonatkoztatni, tehát nem baj, hogyha egy nagyobb áttekintést adunk, hiszen az önkormányzati munka olyan, mint az élet, szervesen folytatódik, nem lehet egy éles cezúrát húzni akkor, amikor választás után egy új testület áll föl. Én bízom benne, hogy ezek a célok úgy vannak megfogalmazva, illetve a folyamatok úgy vannak beindítva, hogy a képviselő testület folytatni tudja majd ezeket a következő ciklusban. Kezdjük mindjárt a ténymegállapítással, hogy az AMK-t, mint mindenki emlékszik rá nyilván, ebben a ciklusban részintézményeire bontottuk, mert 1983-as alapítású lévén hát egész egyszerűen kinőttük. Voltak persze egyéb okok is, de a lényeg, hogy a munka folytatásához sokkal egészségesebb struktúrának tűnt, ha részintézményenként folytatják a munkájukat. E tekintetben, tehát az iskolához és a többi intézményrészhez, óvodához is hozzányúltunk, ami a legnagyobb folyamatban lévő fejlesztésünk, ez az új óvoda építése. Egy három csoportszobás óvoda 610 négyzetméteren, amelyhez 200 milliós pályázati pénzt nyertünk. Ehhez 10 millió forintos önrészt kell az önkormányzatnak hozzátenni, de itt nincs még vége, hiszen az eszközbeszerzésre, az óvoda terület kiegészítéséhez, területvásárlásokra, aztán amit már mindenki látott itt a tereplépcsőnek a kialakítása, hogy összekössük az óvoda terét a központtal, a Dózsa-György út felé, a felső és alsó parkolóknak a kialakítása, ez további 40 millió forintba fog kerülni, tehát elmondhatjuk, hogy körülbelül 250 millió forintos, egy negyedmilliárdos nagy beruházás keretében valósul meg az új óvodánk. Az apróságokat nem fogom felolvasni, az apróság alatt mondjuk a millió alatti beruházások vannak, amik egyébként nagyon nagyban hozzájárulnak a komfortérzetünkhöz, de folyamatban lévő pályázatokat azért fogok említeni. Ilyen például az, hogy az iskolának, tehát a régi iskolának, a megmaradó résznek, amit nem korszerűsítettünk, be van nyújtva egy energetikai korszerűsítési pályázata. Aztán a sportpályának a támfalát, amit már említettem, a napelemes erőműnél már elkészítettük, ez egy 6 millió 200 ezeres beruházás volt. Azért készült, hogy pályázni tudjunk, pályáztunk, és az iskola sportpályája műfüvet kap a jövő év folyamán, ez már egy nyertes pályázat.
ennek az áramellátását is megoldottuk, ez is ilyen millió fölüli beruházás volt. Aztán egy nagy csoportja a folyamatban lévő beruházásoknak, ez a közlekedés, úthálózat, csapadékvíz elvezetés, hiszen ez mindig nagyon friss téma. Ennek keretében közlekedésünket, a munkavállalás, a tanulás lehetőségét javítandó, a buszjáratok beindulásához kapcsolódóan buszmegállókat építettünk Budapest és Veresegyház közt a Szada közvetlen buszmegközelítése céljából. A három buszmegálló, ami elkészült az Ipari Parkban és a Vasút utca sarkán, a három buszmegálló összköltsége 20 millió forint volt. Aztán készítettünk gyalogátkelő terveket is, amikből a buszmegállókhoz kapcsolódóan mindent megcsinálunk, kivéve a Kisfaludy utca, Székely Bertalan utca csatlakozásánál lévőt, amire pályázunk. Ez egy 6,5 milliós beruházás lesz. Aztán járdaépítésre, ami a Csapás és a Dózsa-György út buszmegállót köti össze. Engedélyes tervünk van, ez egy 3 milliós beruházás lesz. Útprogram keretében a Szabadságút, Konszköz úthálózat elkészül, ez már egy engedélyes terv, meglévő engedélyekkel, ez egy 50 milliós beruházás. Ez nem utolsó sorban ki fogja szolgálni egyébként az új védőnői szolgálatot, tehát a szociális otthonnak az úgynevezett felsőházát, amit az idén birtokba kaptunk az államtól, az MNV ZRT-n keresztül, tehát ott egy nagy valószínűséggel egyszerűsített tervvel egyelőre a védőnői szolgálatokat fogjuk kialakítani. A Fácán utca, Liget utca csapadékvizelvezeti rendszere elkészült. Ez lényegében az egész Fenyves-ligetet kiszolgálja, tehát nem fenyeget többé a vízelöntés. Ez egy 20 milliós beruházás volt. Az óvodához kapcsolódóan régi álom és vágy, a Rákóczi utca postaköz rendbetétele. Ez egy becsült költsége szerint 90 milliós beruházás lesz, ezt azonban éppen a mai testületi ülésen fogjuk majd eldönteni, hogy tovább tervezésre még kiadjuk, visszaadjuk. Ugyanis kiderült, hogy a Rákóczi utca mentén a lakóházak közül nagyon sok, konkrétan 5 nagyon rossz állapotban van, nagyon rossz statikai állapotban van, tehát ezekre még külön feltáró vizsgálatokat kell végezni, és minden bizonnyal be kell vállalnunk bizonyos alapmegerősítő munkákat is, ha csak nem akarjuk, és persze, hogy nem akarjuk, hogy az útépítéshez kapcsolódóan ezek a házak nagyon súlyosan megrongálódjanak. Folyamatban van szintén egy terv, ami már lényegében minden engedélyt megkapott, talán még a vízjogi engedélye hiányzik. Ez a határútnak a rendbetétele, ami a Veresegyház és Szada határán fut. Ehhez Veresegyház önkormányzata is vállalt némi hozzájárulást. Konkrétan a Veresegyház szadai közös szakasz, mert a két községnek, két városnak községnek közös szakasza is van. Ez egy 15,5 milliós munka, aminek felét vállalt a Veresegyház, tehát ilyen formán ez Szadának kb. 7 millió 800 ezer forintjába fog kerülni, plusz a csapadékvízzel vezetését megosztjuk, ugye évekkel ezelőtt megvásároltunk egy telket, le egészen a Diósokig, a patakba tudjuk majd a vizet vezetni. Ennek a szakasznak a rendbetétele, csapadékvízzel vezetés kialakítása, ez még egy további 6 milliós munka lesz, tehát összességében kb. 13,5 millióból meg tudjuk majd csinálni, és akkor a két település határán egy hegyekről lejövő vizet és biztonsággal elvezető út- és csapadékvíz elvezető elem alakul ki. A védőnői szolgálatról már beszéltem, ezt az egyszerűsített megoldást, aminek a terve készül, ezt egy 20 milliós beruházásnak tervezzük. Ehhez kapcsolódóan pedig az orvosi rendelőknek a felújítására is elkülönítünk 5 millió forintot, hiszen a védőnői szolgálatnak az áthelyezése nem titkolt szándékkal többek között arról is szól, hogy a házi orvosaink most már külön rendelőkben folytathassák a munkájukat.
A 2013-as közbiztonsági utalásnál már említettem, hogy térfigyelő kamerákat szereltünk fel a községben. Ezek közül 11 már működik, egynek a fektetése még bonyodalmakat okoz. Nagyon hosszú kábelcsatornát kell fektetni, de folyamatban van. Mindösszesen a kiépítés, az áramszolgáltatásnak a biztosítása egy 12,5-13 milliós beruházás volt. Tehát már elkészült és működik. Az ipari parknak a reklám oszlopát, a totem oszlopát elkészítettük, két darabot az autópálya felé, illetve a Székelybertalan út felé. Világítása elkészült, nem várt bonyodalmakba ütköztünk, ivóvízhálózatot kellett kiváltani, szennyvízhálózatot kellett kiváltani. Ezekkel az extra munkákkal együtt ez egy 10 milliós beruházás volt. Pályáztunk a közvilágítás korszerűsítésére, befogadtuk a Digi Kábel TV információs hálózatnak a szándékát, és kábelezik a községet. Az ipari parki buszmegállóhoz kapcsolódóan az ipari parki benzinkút kiáratát meg kellett szélesítenünk. Ez egy 1,1 milliós beruházás volt, és engedélyes tervünk van a temető némiképp bővítésére és rendbetételére. Nagyon szép tervekkel rendelkezünk, elektronikus nyilvántartásunk van már, teljesen új kapuzat és új urnafal épül a parkoló felé. Ennek a munkának a szépségét az adja majd, hogy a szadai kerámia gyár is beszáll, és nagyon szép egyedi kerámiák díszítik majd a kerítést. A beruházásainkhoz és a további fejlesztésekhez, mint eddig mindig ebben a ciklusban is vásároltunk ingatlanokat, illetve folyamatban van még ingatlanok vásárlása. Talán a legnagyobb volumenű ez a Rákóczi utca 13 számú, ez a Tóth Sándorék féle háznak a megvásárlása volt. Sokféle lehetőséget biztosít, ifjúsági klubtól szolgálati lakáson át, akár a körzeti megbízott szolgálati lakása is lehet, azzal az ingatlannal együtt, amit most szándékozunk még megvenni. Tehát erre is fordítottunk némiképpen összegeket, egy 11 és 14 millió, összességében 25 millió forintot. A faluházban, a könyvtárban kisebb beruházásokat végeztünk, belső helyreállítás, külső helyreállítás, pillér megerősítés, hiszen megindult a pillér, irattári polcokat szereztünk be, ez egy 2 milliós beruházásunk volt. Az új óvodához kapcsolódóan a vízfolyás, tehát a mélyárok mellett föltöltöttük a új óvoda parkolónak szánt területét, ez 4 milliós beruházás volt. Kulturáltabbá szerettük volna tenni a buszmegállóknak a környezetét azzal, hogy hirdető oszlopokat, hirdető hengereket helyeztünk ki. Ezeknek az elhelyezése és az elkészítése egy 1,2 milliós beruházás volt. És további, hát tényleg csak a nagyobbakat mondanám, a Petőfi utcában leomlott egy támfal, ezt erősítettük meg 550 ezer forintért, építettük újjá gyakorlatilag. A hősi emlékművünknek a rekonstrukciója egy 2 milliós pályázat volt, amihez 700 ezer forintot még megszavazott a képviselőtestület, önrészként láthatóan folyamatban van, és hamarosan elkészül, csak hát az esős időszak egy kis késedelmet okozott. Önkormányzati hivatalt rendbe tettük, új telefonközpontot szereltettünk föl, és ami még lényeges és nagyobb volumenű beruházás, ez az iskolának a nyári munkáihoz való hozzájárulás, amit az udvarnak a rendbetételével tetéztünk, ennek éppen holnap reggel 8 órakor lesz az átadása. A nyári munkák és a tanévre való felkészülés egyében 8 millió forintot fordítottunk a mi működtetésünkben lévő iskolára, és 2 millió forintot szántunk az udvar rendbetételére, amihez természetesen a szülők is hozzájárultak, pénzzel is, társadalmi munkával is, és az iskolai alapítvány is segített ennek a létrehozatalában.
az útkarbantartásra szánt keretünkből fönnmaradt körülbelül 8 milliós keretet, azt a Rákóczi utca és a Postaköznek a téli közlekedésre alkalmassá tételére szánjuk, hiszen ha nem kezdjük el az útnak a megépítését, már pedig nem tudjuk elkezdeni, mert tovább kell tervezni, akkor azért az őszi-téli időszakra jövő tavaszig alkalmassá kell tennünk. Napokban készül rá a terv, és ebből a keretből ezt meg fogjuk csinálni. A pályázatok közül csak hármat említenék, az egyiket már mondtam, ez az iskolai megmaradt épületrésznek az energetikai korszerűsítése. Ennek az az érdekessége egyébként, hogy ez az úgynevezett versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program keretében került benyújtásra. Ez egy 150 milliós becsült költségű pályázat, és ez már nem klasszikus értelemben vett pályázat, hanem ha a 2014-20-as pályázati rendszerünk beindul, akkor ezt már olyan keretben tudja a község kapni, hogy döntés születik, és nem kell önrészt tenni hozzá. Tehát ha megyei szinten úgy döntenek, akkor, és indokoltnak tartják, akkor ezt az energetikai korszerűsítést a község úgymond megkapja. Van egy másik nagy pályázatunk, a Norvég alaphoz nyújtottuk be, ez a Székely Bertalan kertnek, háznak, műteremnek a rendbetételéről szól alapvetően, de vannak benne más érdekességek is. A Varga útnak a rekonstrukciója egészen föl a dombtetőig, a Rákospatak forrásig egy turisztikai útnak a kialakítása, egy turisztikai útvonalnak a kialakítása, némiképp a tájház is bekapcsolódhat ebbe a programba. Norvég alap körüli bonyodalmak miatt egyelőre ennek a sorsáról nem tudunk, de bízunk benne, hogy sikerrel jár. És hát van a nagy-nagy projekt, aminek a szükségét most már 10 éve érezzük, az új iskolának a megépítése. Ugye a jelenlegi iskolánk falai nincsenek gumiból, tehát jól látszik már az óvodai létszámok miatt is, hogy körülbelül 2 évet, legfeljebb 3 évet bír még így ki a helyi közoktatási infrastruktúra, utána legalább a felső tagozatnak mindenképpen új épületre van szüksége. Ennek megfelelően készítettünk terveket, a Berekben a 6 hektáros területen az új iskolának a tervei megvannak, hozzá kapcsolódóan persze, mert ne álmodjunk kicsit, sportcsarnok, tanuszoda készülne. Igyekszünk a TAU keretében a sportakadémia koncepciót elfogadtatni. Ami azért lenne nagyon fontos, mert ennek a koncepciónak a keretei közé beférne mind az iskola kialakítása, mind pedig egy középiskolának a megépítése. És ezekre a 2014-ben beindult, részben befejeződött, részben tervezett beruházásokra a szeptember 1-i költségfelhasználási kimutatásunk alapján a következő számokat tudom mondani. A megvalósításra váró beruházások fejlesztések összege 365,5 millió forint, ehhez pályázati támogatás 212,5 millió forint, eddig kifizettünk 89,5 millió forintot a már elkészült beruházásokra, és van egy lekötött 250 milliós pénzkészletünk. A folyamatokat tekintve, hogy nem kell mindent egyszerre befejezni, a bevételeinket, a pénzügyi helyzetünket, a gazdasági helyzetünket tekintve egy abszolút reális fejlesztési csomag van folyamatban 2014-ben. Ezzel tulajdonképpen a 2010-14-es ciklusnak a legfontosabb eseményeiről, beruházásairól, fejlesztéseiről, amit tudni érdemes, ezt elmondtam. És most engedjenek meg nekem egy rövid, ám de negyed századot átfogni szándékozó kitekintést, hiszen én személy szerint nem csak a 2010-14-es önkormányzati ciklus zárom. Ha visszatekintünk erre a 25-26 évre, 1989-től közéleti aktivistaként, aztán önkormányzati képviselőként, majd pedig 16 éven keresztül Szadaközség polgármestereként szolgáltam a községet.
Vezetésem alatt a négy ciklus képviselőtestületeit az alkotó légkör a munkabéke jellemezte. Sikerült távol tartanunk a belviszályokat, csak a község ügyeire koncentráltunk, és ezt objektív külső szemlélők is megállapították. Ha 16 évet nézek, polgármesteri működésemet az ipari park létrehozásával kezdtük, ami máig szépen bővül és gyarapodik, és amire mindig büszke leszek. Ez megalapozta önkormányzatunk gazdálkodását, és egyre több helyi munkalehetőséget kínál széles képzettségi palettán. Úgy alakítottuk ki az agglomerációs helyzetünk és a mai kor igényei szerinti új gazdasági, lakó, szabadidős és intézményi területeinket, hogy közben Szada ősi település szerkezetét is sikerült megőrizni. Fejlesztéseinkben mindenkor kiegyensúlyozottságra törekedtünk, hogy egyetlen ágazat vagy terület se menjen a többi rovására. Rengeteget pályáztunk, különösen 2004 után. Gyakran nyertünk, és a nyertes pályázatokhoz közel 1 milliárd forint önrészt biztosítottunk. Jó részt hitelekből és kötvénykibocsátásával, egy gyümölcsöző Szada kötvénykibocsátása történt. A pályázatokon elnyert összegekkel azonban ennek a többszöröse épült be a községbe. Mindig csak addig nyújtoztunk, ameddig a takarónk ért, soha nem okozott gondot az adósság törlesztése. Mégis hatalmas előrelépést jelentett, hogy kormányunk 2012 és 2014 között rendezte az önkormányzatok adósságállományát, amiért országgyűlési képviselőként magam is tenni tudtam. Ennek az adósságrendezésnek a révén az adósságszolgálatra szánt pénzünk felszabadult, és 2013-ban megnyílt számunkra a hosszú távú tervezés lehetősége. Így született a már említett, és remélem mindenki által ismert Szada Nagyközség 2014-es keretprogramunk, melynek sarkalatos eleme a községi útprogramunk. Ez az útprogram reális éves ütemezésben a 10. év végére minden még burkolatlan községi útunk szilárd burkolattal való ellátását tűzi ki célul. Intézményi hálózatunkat, így elsősorban iskolánkat és óvodánkat folyamatosan bővítettük. Különösen büszkék lehetünk új óvodánkra, de a szociális alapellátó központ vagy a konyha és étkezde miatt sem kell szégyenkeznünk. Az iskola villanyáram ellátását, mint már beszéltünk róla, nagyrészt megújuló energia fedezi, napelemes kiserőmű termeli. Sportklubházunkat felújítottuk, sport és szabadidős célokra minden település részünkön igyekeztünk helyet kialakítani. Az iskolai pályázat pedig a már elnyert pályázatunknak köszönhetően jövő tavaszra műfűves burkolatot kap. Tovább tanuló fiataljainknak minden évben széles körben nyújtottunk ösztöndíjkiegészítő támogatást. A tanulás, munkavállalás lehetőségeit közvetlen budapesti buszjáratok teszik elérhetőbbé. Községi hagyományainkat ápoltuk, ünnepeinket tartalmasan és méltón megültük. Díszpolgári címet alapítottunk a kiemelkedő községi teljesítmény nyújtó szadaiak elismerésére. Közművelődésünk szép és értékes, hangzó és nyomtatott kiadványokkal büszkélkedhet. Helyi egyházi felekezeteinket támogattuk, ezzel is elismerve közösségeinkben végzett lélek- és közösségépítő, közösségmegtartó munkájukat. Testvértelepülési kapcsolatokat létesítettünk és ápolunk híven mindmáig. Sőt, bővítésükre törekszünk. S a nemzet újraegyesítéséért is tettünk itt Szadán is. Föleskedtem 150 új magyar állampolgárt, csak ebben az utolsó ciklusban 75 főt. Végezetül szeretném, ha a hosszú évek méltó zárásaként a köszöneté lenne az utolsó szó. Köszönetet mondok minden képviselőnek, jelenlegieknek és az előző ciklusok képviselőinek is, akikkel a 20 év során képviselőként, polgármesterként együtt dolgozhattam. Köszönetet mondok minden dolgozónknak, akik ebben a 20 évben intézményeinkben, hivatalunkban, vezetőként vagy beosztottként híven teljesítették Szada iránti kötelességüket. Külön kiemelten is köszönöm az óvoda és az iskola vezetőinek,
pedagógusainak, minden más alkalmazottjának, hogy jó kezekben tudhatjuk legdrágább kincsünket, gyermekeinket, Szada jövőjét. Köszönetet mondok az egészségügyi alapellátásunk orvosainak, asszisztenseinek, védőnőknek, a szűrővizsgálatokat és egészségnapokat szervezőknek, hogy lelkiismeretesen, legjobb tudásuk szerint vigyáztak a szadaiak a mi egészségünkre. Köszönetet mondok az alapítványaink munkájában szerepet vállalóknak, Közhasznú Kulturális Alapítvány, Óvodai Alapítványunk, az Életfa Iskolai Alapítvány, akikre a hagyományápolástól gyermekeink szányra bocsátásán át a falu szépítéséig minden fontos közügyben számíthattunk. Hálatelt szívvel gondolok vissza erre a negyed századra, és benne különösen 16 év polgármesteri munkájára. Minden gondja és nehézsége ellenére remélem, hogy mindvégig adni tudtam magamból. Viszonzásul pedig felbecsülhetetlen értékű ajándékot kaptam a szadai emberektől, amit egész közösségünknek köszönök. Munkára választottak, és hivatást kaptam. A nap 24 órájára, az év 365 napjára elegendő erőt és olyan megbízatást kaptam közösségünktől, melyre a hitelesítő pecsétet nem csak a választások, hanem a kölcsönös szeretet és megbecsülés ütötte rá. 1998-ban a 2200 fős szülőfalun polgármestere lettem. 2014. október 12-én, jövő vasárnap, egy 5100 lelkes nagyközséget adok tovább. Stabil gazdasági alapokkal, javuló helyi életminőséget előrevetítő késztervekkel. Becses örökség, úgy gondolom, amit csak szépíteni, gyarapítani szabad, és ehhez felajánlom segítségemet az utánam, utánunk jövőknek, ha igényt tartanak rá. 2009-ben az országgyűlési választásokra készülődve megígértem, hogy bárhogyan is alakul a jövő, én Szadát nem hagyom cserben, az ígéretem kötelez, a polgármesteri tisztséget leteszem, Szada szolgálatát megtartom. Köszönöm szépen figyelmüket! Köszönöm szépen. Kívánom mindenkinek, hogy soha ne tudja meg, hogy milyen nehéz ezeket a szavakat kimondani. Most pedig, mielőtt bárki természetesen, aki szólni kíván, szót kapna, megkérem Török Lászlót, Lacit, hogy a elhalasztott egyes napi rendi pontot, tehát a település pénzügyi gazdasági helyzetéről szóló beszámolót tartsa meg. Talán ezek a számok, ezek már könnyebben értelmezhetők úgy, hogy hallottuk, hogy mi történt az elmúlt ciklusban. Laci. Hát nehéz nekem is megszólalni, ugye mi 20 évet együtt töltöttünk jóban, rosszban, elég sok kemény munkát van, sokat egyeztettünk, mint pénzügyekben, gazdaságügyben, egyéb emberi problémák megoldásában. Ezek alapján én rátérnék azért csak a 2014 évi költségvetés főszámaira, amely alapot adtak ezeknek a beruházásoknak. A 2014 évi költségvetés bevételi főösszege 967 millió 593 ezer forint. A bevételek összetevének egyrészt az állami költségvetésből leosztott pénzekből, ez mintegy ez évre várhatóan egy 170-172 millió forintos nagyságrendű. Ez meglepően kevésnek tűnik, mert voltak évek, amikor 240-250 millió forint volt ez az összeg, de 2013-tól az AMK-nál a pedagógusok bérét az állam finanszírozza.
És van egy másik befolyásoló tényező, hogy SZADA adóbevételeibe nagyon jó helyen szerepel, és az adóerő képesség mutatók alapján az állam a SZADA-nak szánt pénzt átcsoportosítja olyan településeknek, amelyek nem tudnak ilyen lehetőséggel élni, mint a szadaiak. Ezen felül tehát a szadai adóbevételeink tervezett összege mintegy 415 millió forint. Ez gépjárműadóból, építményadóból, telekadó, kommunális adó, iparüzési adó, talajterelési díj, egyéb pótlékok, bírságok, a lekötött pénzeszközök kamatbevételei. A önálló intézmények 2013 óta működnek a költségvetésen belül. Ez az óvoda, a faluház, a család kiegészítő, a konyha és az önkormányzati hivatal. Ezeknek a pénzek leosztása közvetlenül az állam részéről, az ő részükről történik meg az önkormányzaton keresztül, hogy ezek az intézményeink működni tudjanak. A működésükre még mintegy évente egy 200 millió forint kiegészítés szorul. Tehát így összességében, ha szűken levetítem, az önkormányzat falu működtetésére beruházások nélkül egy 520-530 millió forint szükségeltetik évente a mai költségviszonyok között. Ebből látható az előbb felsorolt számokból, hogy azért igenis szükség van erre az adóbevételekre, mert fejleszteni, gyarapodni így tudunk. A beruházásokra ebben az évben, tehát egy 436 millió forint lett betervezve. Itt frissített adatok vannak részemre, a pénzügyi osztály elkészítette a mai, pontosabban a tegnapi állapoti megfelelő adatokat, ez alapján az árópénzkészlet 389 millió forint. Tehát ez egész év folyamán folyamatosan szinte javult. Kicsit meglepődtünk az első fél év eredménynek értékelésekor, ugyanis az első fél évi adóbevételeink, hát úgymond azt gondoltuk, hogy alátervesztünk. És meglepetésre, sőt a cégekkel való egyeztetés alapján jöttek pozitív válaszok, ez alapján az iparüzési adóbevételeink 263 millió 16 ezer forintra teljesedett a tegnapi napig, ez mintegy 90%-os teljesülés. Meg kell említeni az önkormányzati intézmények önálló működése alapján a vezetőik felelősséggel dolgoznak az önkormányzat, a pénzügyi irodával szoros kapcsolatban szinte minden hónapban a terveknek a likviditási problémák nélkül használják fel a rendelkezés álló pénzügyi keretet. Pénzügyi gondjaink szerencsében ebben az esztendőben sem voltak, mint mindannyiszor, tehát a gondos pénzügyi felhasználás, illetve tervezés, a pénzügyi felhasználás megelőző tervezése egy stabil helyzetet teremtett. Tehát ezek alapján én azt mondhatom, hogy még várjuk, vagy a következő testület várhatja a december 20-át, ugye az újabb adóbefizetési napot, és ezek alapján még stabilabb lehet az elkövetkező esztendő is. Én röviden ennyit szerettem volna mondani, itt az intézményekre nem kívánnék kitérni, az intézményvezetők itt vannak, ha valakinek problémája, vagy kérdezni valója van, gondolom az intézményvezetők is tudnak válaszolni. A pénzügyi iroda vezetője is itt van az önkormányzat részére. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna. Meggyőző számok napról napra jobbat mutatnak, úgyhogy azt gondolom, hogy nem kell szadán izgulnia senkinek, amiatt, hogy az elkövetkező időkben bármiféle probléma lenne, haladunk a lehetséges és tervek szerint eltervezett úton. Mielőtt a négyes napirendi pontra térnénk, én megkérdezem képviselőtársaimat, hogy az elhangzottakhoz bármihez kívánnak-e hozzászólni. Ha igen, akkor kérem, hogy jelezzék.
Sanyi, alpolgármester úr. Tisztelt jelenlévők, polgármester úr! Azért kértem szót, mert talán legjobban tudom, hogy mi történt 1990 óta. Tudnék, 1990 óta vagyok a testület tagja. 1998-ban és 2002-ben nemes ellenféllel küzdöttem a jelenlegi polgármesterünkkel, országgyűlési képviselővel, és hát akkor egy kicsit, mint rutinosabb, fenntartásaim voltak, és én megmondom úgy, ahogy van, az elmúlt időszak, amit mi együtt dolgoztunk a faluért, meggyőzött arról, hogy egy komoly tudással rendelkező, szadát szerető polgármesterrel van dolgunk. Én nagyon köszönöm, én azt hiszem mindannyiunk nevébe, és merem venni a bátorságot, hogy azt mondom, hogy a szadaiak nevébe is, nagyon köszönöm Vécsei László polgármesternek azt a céltudatos munkát, amit szadáért végzett, és azt, ahogy velünk végezte, tényleg egy egyöntetű, egy nagyon tetrekész testülettel volt dolga, és mi is számíthatunk mindig rá. Laci, köszönjük! Köszönöm szépen! Szép estét kívánok mindenkinek! Nekem azt hiszem 2010-ben, amikor ide kerültem, akkor polgármester úrral rögtön egy gyors vitába kezdtünk. Ez volt a bemutatkozásunk. Nyilván, mint betelepülő, én teljesen máshoz szoktam. Aztán rá kellett jönnöm, hogy ez egy kis település, és teljesen másképp működik, mint egy város. Hozzáteszem, sokkal nyugodtabb és sokkal jobb, tehát most már nem tudnának visszavontatni se Budapestre, főleg nem Szadáról. És akkor úgy gondoltam, hogy nem tudom, hogy fog tudni ezzel az emberrel együtt dolgozni, de azt tudom mondani, hogy az elmúlt 10 év az egy nagyon nagy tapasztalat szerzésre tökéletesen alkalmas volt. És még egy nagyon fontos mondatát szeretném idézni, nem biztos, hogy szó szerint sikerül, de ezért a munkáért soha hálát ne várjál, mert az nem fog jönni, mert az emberek minden természetesnek vesznek, viszont a köszönöm meg a hála általában az el szokott maradni. Úgyhogy véletlenül nehogy elfelejtsél bennünket, úgy gondoltuk, hogy egy nagyon méltó ajándékot szeretnénk téged fölköszönteni. Igen, hogy a országgyűlési irodát be ezt a falra föl tudod rakni, és akkor valószínűleg nem fogsz minket soha elfelejteni. Azt a mindenit. Hát ez... Mindenféle ajándék nélkül sem történne ez meg, de akkor kibontom, hogy mindenki lássa, jó? Komoly meglepetést okoztak nekem ezzel, mert nem szokás így közöttünk a ajándékozgatás. Én erre egy mondatot nem érkeztem, ami nagyon fontos mondatot. Húha, én már láttam. Főhelyen lesz az irodámban, sőt, ha a következő képviselőtestület valóra váltja az ígéretét, hogy itt egy képviselő irodát azért kiszorítanak nekem, ami egyébként a dolgos hétköznapokon ilyen kis tárgyaló is lehet, akkor akár még oda is kerülhet. De ha nem váltják valóra, akkor majd a képviselő irodámba kerül. Hát köszönöm szépen a képviselőtestületnek, és még egyszer, hát hogy is volt ez a, ugye a Titanicon a hegedűs, hogy... megtiszteltetés volt önökkel játszani. Én nem ezt szeretném idézni, remélem nem az következik, hanem hát így tovább, és együtt leszünk.
más beosztásban, más pozícióban, más-más helyeken, de együtt leszünk Szeda érdekében. Köszönöm a testületnek még egyszer. Még esetleg képviselők közül bárkinek van-e valami? Ha nincsen, akkor pedig a négyes napirendi pontra térnénk. Ugye a közmeghallgatásnak a leglényegesebb eleme a közérdekű felvetéseknek a tárgyalása. Mivel ennek a közmeghallgatási résznek a befejezése után szokás szerint a hivatalba térünk, és ott a cikluszáró képviselőtestületi ülésünket megtartjuk, és ott gyakorlatilag minden ügynek a megtárgyalására mód van. Én tényleg azt szeretném kérni, hogy közérdekű felvetéseket mondjanak, ha valakinek egyéb ügye van, nyugodtan fáradjon be a hivatalba velünk, és akkor ott még, hát megoldani már nem ígérem, hogy megoldjuk, de fölvesszük minden esetre a problémát, és átörökítjük, vagy továbbadjuk a következő testületnek, mert ugye cikluszáró lévén az utolsó határozatokat hozzuk most már, az elkövetkező bő egy hétben, majdnem két hétben testületi ülést már nem tartunk, nem tervezünk, ha csak valamilyen rendkívüli esemény miatt esetleg még döntést nem kell hoznunk, és akkor egy rendkívüli testületi ülésen ezt meg tudjuk oldani, tehát tervezni már nem tervezünk, további döntés előkészítést már nem tervezünk, nem veszünk föl további ügyeket, a jelen állapotban megállunk, és hát a következő polgármester, következő képviselőtestület fogja folytatni majd. Tehát amit ma most itt, vagy akár a testületi ülésen nekünk címeznek, az tulajdonképpen a postaládába kerül, és már a következő testületet fogjuk vele majd örökségként gyarapítani. Tehát ha olyan közérdekű felvetés van, amit még meg tudunk oldani, vagy amit feltétlenül szeretne bárki, hogy a következő testület első felvetések között tárgyaljon, azt nagyon szívesen fogadjuk. A mobil mikrofont én be is kapcsolnám, hogyha van ilyen közérdekű felvetés, akkor a mikrofont adjuk. Remélem, hogy jól kapcsoltam be. És nem tudom megkérni a legcsinosabb kolléganőt, mert minden kolléganőnk a legcsinosabb, hanem hogy valaki, aki vállalná, hogy esetleg a kérdezőknek a kezébe adja. Azt megköszönöm. Remélem, hogy a képviselőtestület felől biztató tekintetek érkeznek. Erika? De. Bár én hallom, csak lehet, hogy hátul nem hallják. A keretprogramban megjelent az, és akkor ugye ebből adódóan szerintem kb. Egy másfél évvel lett írva, hogy újraindításra kerül a civil szervezetek pályáztatása. Ugye ez egy speciális kérdés, mert nyilván a civil szervezetek meghatározó része folyamatosan kap támogatást, viszont pont amiatt, hogy a meghatározó része, ezért mivel nem élt ez a pályáztatási rendszer, mindig voltak, akik kimaradtak. Ebben az eltelt időben azért nem került sor ennek az újraindítására, mert más feladatok megelőzték, vagy volt valami egyéb oka? Tehát, hogy lehet-e arra készülni, hogy akkor úgymond ez továbbra is porondon van, mint a keretprogram része, vagy esetleg kikerült belőle? Nem került ki belőle. A 14-es költségvetés tervezésénél lényegében a keretmaradványunkra támaszkodtunk. Egy kicsit az volt az érzésünk, hogy a civil élet úgy lelapult. Tehát ha a virágos szadáért, bár abban még azért volt aktivitás, viszont a rendezett porta pályázatunkra, vagy takaros porta pályázatunkra például egyetlen egy pályázat sem érkezett. Tehát egy kicsit, mintha mással lennének elfoglalva az emberek. Én egyébként a állami, régiós, megyei pályázatokat láttam többek között a Erika cégének, vagy a szervezetének a pályázatait is. Tehát az állami forrásokból most alig, hanem az uniós ciklus végének köszönhetően azért elég szépen mentek ki pénzek. Tehát azt gondolom, hogy a civil szervezetek, akik egyébként pályázatokra rendezkedtek be, hát nem kopott fel az álluk.
Én azt gondolom, hogy a keretprogramot tartani kell, tartható, tehát a 15-ös költségvetésbe remélhetőleg a testület bele fogja tenni ezt a keretet, és nem olyan nagy összeg a költségvetésünkhöz képest, és mint a számokból is látható, ez abszolút tartható. A prioritások, amikor ezt megfogalmaztuk, akkor azt mutatták, hogy ezt csinálni kell. Meglátjuk, hogy az új képviselőtestület, az új felállású önkormányzat is tartja ezt a prioritást. Reméljük, hogy igen. Más nem mondjak, ami ugye nagyon-nagyon fontos, ezt mindjárt tudjuk, az útprogramunk. Azért az útprogram is olyan, hogy jól lehet, ott van a 10 éves bontásban, hogy mely években mely utcák készülnek el. De ugye mindig történhet valami. Például most egy ilyen, hogy a Rákóczi utcát tovább kell terveztetnünk. Ez biztos, hogy megcsúsztatja. Persze nem jelenti azt, mivel előkészített tervek vannak, hogy mondjuk a 2015-ös feltétlenül csúszik, legfeljebb többet kellene elvégezni, ha ez fizikailag lehetséges. Viszont sorrendeket is ugye lehet módosítani abban is, tehát ez nem kőbevésett dolog, hiszen hogyha valamely utcák lakói úgy gondolják, hogy hozzájárulnak az útépítésükhez az ott leszabályozottak szerint, akkor előre kerülhet egy-egy útnak az építése, vagy csak az idei csapadékos évre gondolva, amikor tényleg láttuk, hogy a világban is körülöttünk mindent mos el az eső, halálos áldozatok voltak, rettenetes károk voltak. Mi Szadán viszonylag kicsi károkkal, úgy, ahogy átvészeltük, megúsztuk. Ezzel együtt persze 20 milliós nagyságrendű az összes úthelyreállításnak, rendezésnek a költsége, de például ez is befolyásolhatja a 10 évre tervezett útprogramot. Én ajánlom is a következő testület figyelmébe, hogy ilyen szempontból is gondoljuk végig, tehát ahol komoly útkárok voltak az utcákban, visszamenőleg is ismerünk néhány ilyen utcát, néhány új elem is fölbukkant, ott érdemes végig gondolni, hogy ezeket esetleg előrébb hozni olyan utcák terhére, ahol ilyenek kevésbé vannak. Tehát visszatérve az alapkérdésre, fontosnak gondolom, én úgy ismerem ezt a testületet, hogy a testület is fontosnak gondolja, hogy civil pályázatok legyenek, és reméljük, hogy a 15-ös költségvetésben a következő testületnek a prioritásai között is szerepelni fog. Köszönöm szépen. A Rákóczi útról van szó, tulajdonképpen biztosan tudják a képviselő urak, hogy azért most már nem tudom hány éve folyik a víz a zárokba. És hallottuk, hogy az idén se lesz megcsinálva. Hát már nagyon jó lenne, hogyha az a víz ott nem, mert olyan büdös van nyáron, az a pocsolya, meg nem tudom mi. Ez az egyik. A másik, meg pont előttünk van ekkora mélyedés, vagy 5 méteren, úgyhogy azt, ha nem csinálják meg legalább azt a kis szakaszt, meg föntebb egy kicsikét, és ahogy a vizesek úgy hagyták az utat, illetve hát a földet, az ott van kint. Na már most van, jönnek a gyerekek az óvodából, szerencsétlen gyerekek, vagy az iskolából, nem tudják, hogy hova álljanak, mert ugye a kocsi az nem 30-al megy, hanem 130-al szinte. Meg a motor. Na mindegy, ez magánügy. És ezt szeretnénk, hogy megnéznék, hogy ott azt a földkupacot, hogy az elmű, vagy a vizesek megcsinálnák, meg azt a kis hogy hívják ott, ha netán az idén nem lesz belőle az utcából semmi se. És hát ennyit szeretnék, és köszönjük szépen a polgármester úrnak az eddigi működését. Hogyha úgy lehet róla szó. Köszönöm. Én köszönöm az összes konyhásunknak az eddigi működését, beleértve a nyugdíjasokat is. Szóval erről beszéltünk, hogy tehát ha problémamentes lenne a dolog, akkor tulajdonképpen mostanra már, vagy szeptember végére, október közepére el kellett volna, hogy készüljön a Rákóczi utca is, és a posta köz is. Már majdnem a közbeszerzési kiírásnál tartottunk, amikor kiderült, hogy még a 3-4 évvel ezelőtti főtérépítés kapcsán csak felvonulási területként használta az akkori kivitelező cég ezt a parkolórészt. Följelentették a céget, mert hogy állítólag az ő kocsiaik meg a vibrohengerük miatt repedtek meg falak. Mikor értesültünk arról, hogy ez a per még mindig nem zárult le, tehát már 4. éve folyik, 2 ítéleten van túl, akkor kiadtunk egy szakértőnek egy megbízást, hogy gyakorlatilag az orvosi rendelőtől lefelé a hídig,
az összes házat vizsgálja meg. Volt is bejárás lakókkal, beengedték, lefényképezték, mindent megcsinált. Ami szemrevételezéssel megállapítható, az elég volt ahhoz, hogy úgy döntsünk, hogy végig kell gondolni, szabad-e belevágni ebbe az építésbe így. Ugyanis ugye teljes rekonstrukciót tervezünk. Minden közmű föld alá kerül a tervek szerint. A villanyvezetéktől kezdve a repülő madárig minden, a telefonvezetékek, a kábel-tv vezetékek, minden föld alá megy. Vízelvezetést meg kell oldani, mert valóban nagy-nagy probléma. Ráadásul ugye ASB változott, a kétirányú forgalom számára meglehetősen szűk a keresztmetszet, úgyhogy járdát, biztonságos járdát is kell építeni, és kétirányú útpályát is ki kell alakítani. Némelyik háznak a sarka vagy kerítése nagyon közel van. Tehát hál' Istennek ugye nem kampány téma, hogy haladunk az útépítéssel, tehát nem kell gyorshamarjába összegányolni valamit és ráhúzni valami kis aszfaltot, csak hogy a választása készen legyen. Hál' Istennek nem ilyen helyzetben vagyunk. Lehet megfontoltan normálisan haladni. Én azt gondolom, hogy ma a testület meg fogja hozni azt a döntést, amit egyébként előkészítettünk, hogy tovább tervezésre adjuk ki. Pontosan azért, hogy a vízelvezetés, a vízelvezetés elkészítése, a burkolatépítés, a gyerekek biztonságos haladása és a házak épsége érdekében olyan megoldás szülessen, ami mindenkinek megfelel. Nem akarjuk leomlasztani a házakat, ugyanakkor azt se akarjuk, hogy esetleg a vízelvezetés rovására menjen, vagy a biztonság rovására menjen ez az építkezés. Tehát, ha ilyen döntést hozunk, jövő tavaszig bőven van idő, hogy a továbbtervezés során az összes ilyen problémát, minden érintett háznak a gondját alapfeltárással, ha szükséges, alapmegerősítéssel rendezzük, és ha ezt tavaszig megcsináljuk, akkor tavasszal közbeszerzés is belefér, indulhat a munka, és akkor van bőven idő, költsége megvan, van bőven idő, hogy ez rendesen elkészül. De addig teljesen jogos, amit mondasz, amit a vizesek úgy hagytak, elektromosok úgy hagytak, meg beomlott árok, meg a többi, ezt most rendbe kell tennünk, hiszen jön az ősz, jön a tél, itt lesz a tavasz, nem járhatunk ilyen körülmények között. Erről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy az éves elkülönített útkeretünkből még van egy, emlékezetem szerint körülbelül 8 millió, de lehet, hogy 10 milliós keret, ezt majd megnézzük pontosan, annak a terhére ezt meg fogjuk csinálni. Tehát mindenki nyugodt lehet a Rákóczi utcában is, posta közben is, meg egyáltalán mindenki, aki arrafelé közlekedik. Itt a parkolókkal, lépcsőkkel, korlátokkal, parkolóburkolattal, útburkolat helyreállítással együtt minden meg lesz csinálva úgy, hogy az őszi-téli időjárásban is lehessen közlekedni. Én nem mondom, hogy mindent leaszfaltozunk, mert nincs értelme. Tehát most méregdrága anyagot rákenni csak azért, hogy fekete legyen, nem érdemes. Lesz, ahol zúzott kővel fogjuk kijavítani, jön még egy-két nagy eső, akkor vissza fogjuk túrni. Mindenképpen járható biztonságos állapotban fogjuk tartani tavaszig is, és akkor remélem, hogy a tervek szerint szépen elkészülhet majd ez az utca. Jó? Magdika. Én a kertemről volna szó, mivel az óvodától átszivárog a víz. Ezt a Petneházi Balázsnak is mutattam, eljött megnézni, és mivel föltöltöttek 80 centit minimum, hanem egy métert, az a súly mind átnyomja az én kertembe. Attól eltekintve, mivel az a rész is nagyon vizes volt, ahova óvoda épült. Amellett két kutat betömtek, lefúrtak 6 méterre, bizonyos távolságra, találhattak éppenséggel olyan eret, hát a víz az talál magának utat. És bizony ott, ahogy átnézte, ott tocsogott, ott vízbe állt. Igaz, máma jöttek kiárkolni ottan, végig a mélyjárokig. Hazajöttem a törésből, megnéztem, folyik a víz, de viszont lehet látni, hogy a túloldalról, nem az én felemről, ahol víz áll, mert nem onnét, hanem onnét srégon buzog fölfele a víz. Most már valamennyire lefolyik, csak azt nem tudom, hogy a kertemmel majd mi lesz. Egyáltalán belé fogok tudni menni, mert az ottan nekem nagyon nagy kárt csinált. A többi részből, ami voltak nézeteltérések, az megoldódott az óvodával, kis konfliktussal, de...
Kedves Magdika, ez is meg fog oldódni. De a főépítész úr minden héten találkoztak, kivitelezőkkel szinte napi kapcsolatban voltak. A kerítésépítésnél a kert felé valóban törmelékmentben mindenféle bement, és a nagy esők miatt megtelt a föld vízzel. Ha ez ki lesz tisztítva, és az építőknek a feladata, bár úgy tudom, hogy az önkormányzat is beavatkozott már ebbe, építők feladata, nekik írásban vállalt kötelezettségük, hogy a kerítés mögött, a betonlábazat, az alap mögött azt a szivárgó árkot, vagy szikkasztó árkot végig a patakig megcsinálják. Ez ha már néhány ilyen kanálhúzás történt, akkor már látszik, hogy működik. Ez működni fog, ez csak a felszíni vizeket szedi össze, a felszínen vízzel telt rétegekből fogja levinni, és normálisan le fogja vinni a vizet egyébként a patakig. Ami pedig az óvodát illeti, volt feltöltés, ez kétségtelen, na de azt azért tudni kell, hogy éppen a vizes terület miatt ugye mikrocölöp alapozás készült, tehát 60 centinként 6 méter mélyre a teherbíró rétegig tettünk le cölöpöket, ezen az alaphálón nyugszik az egész óvoda, mert 6 méter mélyen van a teherhordó réteg, és az egész be van drénezve. Tehát a teljes területről dréncsövek viszik ki a vizet. Olyan mindig lesz, hogyha ilyen esők leszakadnak, akkor a felső 1 méter az megtelik vízzel, amíg az ki nem szivárog, ki nem megy belőle, addig biztos, hogy lesz víz, az eddig is volt a kertben. Most a másik oldalról már bízom benne, nem fog átszivárogni, mert ott lesz az a szikkasztóárok, ami levezet. Egy picit türelmet kérek, amíg be tudjuk fejezni, mert ugye nincs kész. Tehát amint kész, ez csak akkor lesz kész, hogyha egyébként a vízelvezetése is, felszínről is, oldalról is, mindenhonnan készen van. Még egy pár nap türelmet kérek, és ha ősszel, mikor minden készen, akkor se fog működni, akkor majd menni fog az önkormányzat, az akkori önkormányzat, akkori polgármester, jó teljesítési garanciája van a cégnek, és akkor jönnek vissza, és addig ásnak, amíg le nem megy a víz. De türelmet kérek, amikor elkészül, működni fog. Ígérem. Biztos, hogy úgy lesz. Jó? Köszönöm szépen. További bármilyen kérdés, felvetés van-e? Parancsolj. Köszönöm szépen, nem kérem. Lehet hallani. De nem hallatszik, az a baj, más nem hallja. Igen, jó. Taksz Vladimirné vagyok, Szabadság utca 34-ből. Azt szeretném kérdezni, hogy akik aspirálnak az elkövetkezendő, nem nagyon hangos? Nem. Az elkövetkezendő munkára a szadáért, hogy mikor fogjuk őket megismerni, mert jöttek papírok, meglátjuk a plakátot, hogy lesz-e olyan rendezvény, ahol itt ülnek, és megismerkedhetünk velük. Ez az egyik kérdés. Van. És a másik kérdésem pedig a biztonsággal, a gyerekeknek a közlekedésével kapcsolatos, hogy 14 hónappal ezelőtt adtunk be egy kérvényt a Varga dűlőre. Hát a GPS-en mutatja, hogy lépcsővel ellátott út. Na most kaptunk ígéretet, hogy a Varga dűlőt rendezik, ugye? Varga út. Igen, a Varga utat, igen. Na most a Várdomb benépesül, jönnének a gyerekek. Most vagy a róka, vagy kutya találkozásával lejönnek a Varga dűlőn, vagy pedig a Kisvalodi utcán mennek fel. Hát itt tudják, hogy mennek a Kisvalodi utcán. Járda nincs, tehát ez egy olyan dolog, hogy az iskolába, hogyha mennek a gyerekek, vagy jönnek, akkor az iskolához tartozik a biztonság addig, amíg haza nem érnek. Én úgy tudom. Igaz? Na most a felső kapuval kapcsolatosan fordultunk az igazgatónőhöz, aki azt mondta, hogy forduljunk az önkormányzathoz. Most ez hogy működik? Más kérdés? És megint csak a közlekedéssel kapcsolatos, hogy én a múlt meghallgatáson kértem, hogy a sebességkorlátozással kapcsolatosan, vagy az ellenőrzéssel valamit tegyenek, semmi nem történik. Hát egy olyan csúnya baleset volt itt, majdnem ráment a szomszédasszonyom április 1-én, és semmi nem történik.
Hát két oldalon mutatja az újság azokat a településeket, ahol 3-4 sebesség ellenőrzés történik, itt soha egy sem. Miért? Ennyi. Köszönöm. Kezdjük a végéről. Balesetek mindig voltak, mindig lesznek, sajnos. Még mielőtt bárki tovább vinne, nem igaz, hogy nincs sebesség ellenőrzés, a rendőrség ide is pontosan ugyanolyan rendszerességgel jár, mint bármely más településre. Óvatosan kell közlekedni, ezzel együtt mindig előfordulhat valamilyen probléma. A szőlőhegyi vagy margitai részt, ha nézzük, én mindig megdöbbenek azon, amikor szőlőhegyek meg margitaiak jönnek, hogy úgy mennek, mint az állat, általában így szokták mondani. Hát ők maguk, hát ők laknak ott, nincs átmenő forgalom. Hát nem látja, hogy ki ül a kocsiba? Miért nem megy oda a harmadik házba, és mondja meg neki, hogy te mi vagy? Tessék lerendezni egymás között. Erre nincs rendőrség. Tehát ha valakinek nem épp az erkölcsi érzéke, nem tudja, hogy az ő gyerekével együtt más gyerekek is járnak ott, akkor tessék megrendszabályozni, szomszédok egymás között. Tehát megnyugtatok mindenkit, sebességkorlátozás ügyben ugyanúgy jönnek a rendőrök ide is, mint bármely más településre. Gyerekek biztonsága, Varga út. A Varga út nem út. Ne tessék használni. Veszélyes. Kóborkutyák vannak, rossz kerítések vannak, magas fű van, csúszás veszély van. Nem közút. Az egy történelmi település szerkezetből megmaradt kis elem, amit nagyon szeretnénk ismét használhatóvá tenni, mint beszéltünk is róla, pályázunk, benne van különböző terveinkben. Egyszer, ha elkészül, az közvilágítással, lépcsővel, akadálymentes kivitelben, korlátokkal, épkerítésekkel fog elkészülni, csapadékvízelvezetés külön megoldásával, és ha elkészül, akkor oda a községgazdálkodás munkatársai, ha jegesedik, ónos esővel, ugyanúgy ki fognak járni, besózzák, eltüntetik a jeget róla, rendbe tartják, karban tartják. Most nincs, nem is tudjuk vállalni, nem út. Nem akarjuk lezárni, mert saját felelősségek rockázatára mindenki járhat arra, hogy a gyerekeket ne küldjünk oda be. Ne küldjünk oda be gyerekeket, jönnek ilyen levelek hozzám, hogy csak az esernyővel tudtam a kutyát távol tartani, és már múltkor is majdnem megharapott bennünket. Hát mi a fenének megy vissza az olyan, akinek már egyszer így ilyen esete volt? Nem kell visszamenni. Igazgatónővel kell megbeszélni, hogy a felső kaput nyitva tartják-e. Én személy szerint, és nem tudom, nem beszéltünk erről a testületben, személy szerint nem tartanám jó ötletnek. Több okból. Egyrészt nem alkalmas a felső kaputól normál gyalogos közlekedésre egyelőre a lejárat. Mert arra is ugyanaz érvényes, nincs rendes burkolata, nincsenek rendes korlátok, nincs csapadékvízelvezetése egyelőre. Az egy olyan nyári időszakra szolgáló ideiglenes alkalmi kijárat, ami nem baj, hogy ott van, de igazából állandó rendszeres közlekedése most még nem alkalmas. Amit tenni kell és tenni lehet, amit mindenki más is tesz, hogy az iskolát a főbejáraton keresztül kell megközelíteni. Ez persze bosszantó lehet, hogyha valaki ott lakik az iskolától 50 méterre légvonalban, és kell egy nagyot kerülni, de éppen a gyerekek és a saját biztonságuk érdekében én mégis azt javasolnám, hogy kerüljenek. Egyébként nem csak a Kisfaludi utcán lehet menni, végül is, ha már ragaszkodik valaki a felső kapuhoz, akkor ugye a Várdombi utcán is föl lehet, tehát azt is igénybe lehet venni. Nem sok értelme van. Inkább rá kéne szállni azt a plusz 5-7 percet reggel, hogy körbe tudjon menni a gyerek, hiszen a Kisfaludi utcán azért elég széles, hogy relatív biztonságban végigmehessen akár a gyalogos is, utána pedig a Dózsa-György úttól már végig járda van, járdán tud fölmenni a gyerek, és a főbejáraton tud bemenni, és akkor nem teszi ki magát ilyen veszélynek. A választáshoz kapcsolódóan, hát ez ugye közmeghallgatás, nem választási gyűlés, tehát itt nyilván nem arról szól a dolog, hogy kampánybeszédek hangozzanak el. Én azt gondolom, hogy minden egyes jelölt tudja a dolgát, teszi a dolgát, megfelelő formában értesíti a választókat. Ha szükségét érzi, akkor tart fórumot, hogyha nem érzi szükségét, akkor nem tart fórumot. Ha úgy gondolja, akkor telefonál, ha úgy gondolja, szórólapozik, ha úgy gondolja, személyesen megy el. Ez minden jelöltnek a saját döntése, hogy hogyan, milyen formában éri el önöket, szadai választópolgárokat. Van, aki így látja helyesnek, van, aki úgy látja jónak. Ezt szerintem a jelöltekre kell bízni, hogy oldják meg. Egyébként a lehetőség adott, tehát azt azért elmondom, hogy a községehez nyitottan áll. Ez a
helyiség, ez minden jelöltnek rendelkezésére áll. Zsókát keresem a szememmel, talán egy-két órás alkalomra ingyen rendelkezésére áll minden jelöltnek. Hirdetőhengerek teljesen ingyen rendelkezésre állnak, tehát nyugodtan lehet rá ragasztani. Hát másikét leragasztani nem illik, de hát előfordul ilyesmi a választási kampányban, akkor újra kell ragasztani. Tehát az eszközök, a lehetőségek megvannak minden jelölt számára, hogy megismertesse magát. A községi tér is rendelkezésre áll, tehát lehet ilyeneket szervezni. Hát ha önnek van esetleg preferenciája, kedveltje, akkor el kell menni hozzá, és szólni kell neki, hogy csinálj már valami fórumot, mert szeretnék eljönni. Aztán fölméri, hogy szeretne vagy nem szeretne. Ennyi a választással kapcsolatban. További kérdés van-e? Közérdekű felvetés. Ilonka. Kalambos Gáborné vagyok is. Tisztelt polgármester úr, képviselő urak, a Közhasznú Kulturális Alapítvány képviseletében és a magam nevében, valamint Novákné Gréti megbízásából, aki betegség miatt most nem tudott eljönni, a Tájház nevében szeretnénk megköszönni azt a segítséget, amit az előző ciklusban kaptunk, vagy az elmúlt ciklusban kaptunk, úgy anyagilag, mint erkölcsileg. Köszönöm, csak ennyit szerettem mondani. És ez is azt igazolja, hogy nem általános érvényű az, amiről Balázs beszélt az előbb. Igenis, hogy vannak jó pillanatok. Köszönjük szépen, Ilonka, és köszönjük szépen a Tájháznak, a Tájház körül szerveződő közösségeknek azt a plusz munkát, amit a községi hagyományőrzésbe, községi közösségépítésbe tesznek. A Tájház közösségeinek, az alapítvány minden hát önkéntes munkavállalójának és minden más alapítvány aktív tagjának is nagyon köszönöm a testület nevében, és még egyszer azt a munkát, amit elvégeztek. Hiába adna a képviselőtestület bármit, házat, anyagi támogatást, hogyha ezek a jó szándékú felajánlások és személyes teljesítmények nem lennének itt a jó ügy érdekében, akkor nem jutnánk egyről a kettőre. De hál' Istennek szadán nem ez a helyzet. Úgyhogy köszönjük szépen az alapítványnak is. És ha több felvetés nincsen, akkor több felvetés nincsen, akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy a közmeghallgatásunkon részt vett. Köszönöm szépen a kérdéseket, felvetéseket is, és akinek van kedve, az nyugodtan csatlakozzon hozzánk. Most fél hét körül járunk, lemegyünk az önkormányzathoz, és az utolsó képviselőtestületi ülésünket is megtartjuk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm.